Kampányító nagygyűlését tartott a kedden délután a Magyarországi Munkáspárt 2006 Pécsett a Tüzér utcai mozgalmi házban. Az összejövetelt Morvai Nándor megyei elnök nyitotta meg, majd Fratanoló János, a párt országos elnöke köszöntötte az esemény résztvevőit. A Magyarországi Munkáspárt 2006 tulajdonképpen a legfiatalabb párt, mert a Baranya megyei bíróság 2006. január 31-én jegyezte be. És bár Türmer Gyula, a Magyar Kommunista Munkáspárt elnöke megtámadta ezt, a legfelsőbb bíróság elutasította a kifogásokat. Tehát, fogalmazott Fratanoló János, az idei választásokon való részvétel feltételeinek megfelel pártja. Mint ismeretes, a tavaly ősszel szétszakadt egykori munkáspártból két párt lett. A keddi nagygyűlésen az elnök és a megyei elnökség tagjai hangsúlyozták, hogy a Magyarországi Munkáspárt 2006 a munkások, parasztok, értelmiségiek, alkalmazottak és kényszervállalkozók érdekeit kívánja védelmezni.